újszülött érkezése mindig maga a csoda. Nem csupán biológiai, genetikai átöröklődés a léte, hanem egy új, szuverén élet szárba szökkenése, fejlődése. És persze az öröm, amit a féltőn gondoskodó szülő és közte utánozhatatlanul, mással nem helyettesíthető módon kialakul. Az újszülötteket köszöntötték Balatonfűszön. 8. alkalommal szervezte meg a Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete. Bár pontos statisztikát nem vezettek ezen a téren, de körülbelül 160 babát és anyát köszöntöttek ez idő alatt. Most is sokan elfogadták a meghívásukat. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. A védőnőtől, Beától 42 nevet kaptunk, 42 újszülöttet tudtunk elérni, 18-an fogadták el a meghívásunkat. A rendezvény célja, hogy a kisbabás szülők érezzék, hogy örül nekik a közösség, és számíthatnak egymásra. A város nevében Erdősi Gábor alpolgármester, aki maga is 3 gyerekes apuka, üdvözölte az egybegyűlteket. Mint elmondta, Balatonfűsző gyerekbarát település, jó itt gyereknek lenni. Jól működő bölcsőde, óvoda és iskola van a településen, és a környezet is adott a felhőtlen, játékos gyermekévek eltöltésére. Öröm látni, hogy sok újszülött van, de a városi létszáma sajnos stagnál. Gondolkodik a testület azon, hogy mivel tudná jobban ide csalogatni a fiatal párokat. Olvasok olyan cikkeket, hogy a gyermekvállalás az mennyi lemondással jár a felnőttek számára, mennyi gond, teher, idő, sőt, vannak közgazdászok, okos közgazdászok, akik számszerűsítik is, hogy ez mi pénzbe kerül egy gyermeknek a nevelése, jó gondoljátok meg, fiatalok, hogy vállaljátok-e a gyermekeket. Azt gondolom apaként, és gondolom hasonlóan vagytok ti is, gyermeketek, sokadik gyermeketek megszületése után, hogy mindenképpen, ha a mérleg két serpenyőjét megnézzük, akkor ezerszer is azt fogjuk mondani, hogy megérte. De sok dolga van a szélnek, éjszakra megy, aztán délre. Kergeti a kósza felhőt, ringatja a fenyves erdőt. Aranyos hagyomány, hogy a nagyobbacskák ezen az alkalmon üdvözlik a babákat. Most is itt voltak a Szivárvány óvoda porontjai, és műsorral kápráztatták el a nagy érdeműt. Lepkete kedves szájcsa, lepkete kedves várna, száj magasabbra bátran, hogy ragyogásod lássam. Erdőrét és katram, te lehet meg a nyugtot nálam. A civil szervezet vezetője megköszönte Tölgyesi Beáta védőnő munkáját és segítségét, majd minden babának névre szóló emléklapot nyújtott át, és egy lakatot, amit az épület előtti lakatfára helyezhetnek el.